Már elkezdődtek a kertészkedőknél a palánta nevelési munkák. A kertekben pedig, ha az idő engedi, már földbe kerülhet a mák is, tudtuk meg Izsiás Antaltól. A kertben a szántáson még nem nagyon lehet dolgozni, mert nagyon lágy a föld, de a kisüzemi otthoni palánta neveléshez a magvakat már el lehet ültetni. Az elültetett magokat meleg helyre kell tenni, és vigyázni kell arra, ha ki kell, ne nőjön gyorsan, mert akkor életképtelen palánta marad, kiültetés után már nem tud megerősödni. Ilyenkor azért, aki a nyárra gondol, tavaszra, az már ilyenkor előkészületeket csinál. Hát magvetéseket lehet végezni. Hát én kisüzemileg nem nevelek palántát, mert nekem annál több kell, hogy az ablakban palántát neveljek, de a palánta nevelő üzemek azok már tevékenykednek, dolgoznak. Tudom, van olyan ismerősöm, aki már káposztát, kínai kert, egyebeket már forgalmaz, tehát ott azért Szentes környékén ott azért nagyobb az élet. De lehet házi kert, de is palántát nevelni, lehet virágpalántát, zöldségpalántát, ilyenkor el lehet vetni a magvakat, kitenni meleg helyre, letakarni később, ugye vigyázni arra, hogy ha ki kell, akkor ne dőljön gyorsan, ne nyurguljon, mert szokott lenne a probléma, hogy nagyon szép, és egyszer csak elszaladt, és egy életképtelen palánta maradt, hiszen ha kikerül a természetbe, már nem tud megerősödni. Tehát a palánta nevelés az egy másik szakma. A magültetéshez vannak balkonos virágládák, kelesztőrekeszek, amelyekben kikel a paradicsom, paprika és egyéb vetemény, amit aztán két szikleveles állapotban nevelő edénybe kell tenni, és abból majd kiültetni a földbe. Egyébként vannak kis balkonos virágládák, amelyekben lehet nevelni, hát kikeleszteni, vannak keresztő rekeszek, ládák, amelyek arra valók, hogy kikeljen, és akkor két szikleveles állapotban áttűzzelik, úgynevezett pikírozással, és akkor átteszik ilyen nevelőedénybe. De ha nem sok kell, akkor lehet, tudok most is olyat, aki csípős paprikát keleszt, és majd próbál otthon nevelni. A kertben a vakondok okozta gondokról is szólt a szakember, amely főleg nyáron probléma. Sajnos nyár óta óriási a vakond fertőzés a kertekben, mert ahol a kikelt magvakat öntözik, ott a vakond is megjelenik, a rovarok után szépen végig szántja a gyökér alatti részt. Hát a vakond ilyenkor nem ellenfél, sajnos, mert tavaly nyár óta ilyen óriási a vakond fertőzés. Problémát az jelenti, mint itt is, ahogy állunk, hogy ez egy gyakorlatilag már egy feladott kert, amelyeket nem tudok művelni, csak füvet nyírok. Hát mielőtt a fűnyíróval indulok, akkor ezt mindig végig kell járni, el kell gerevézni, mert a fűnyíró nem megy el. A szántott területen is majd elő fog jönni később, ott már az lesz a probléma, hogy mint a tavalyi év is történt, hogy vetés után nem volt csapadék, és akkor a kelő vagy kikelt magvakat vagy kis növényt öntözni kellett, de most ennek a hatására a vakond megtalálja azt a lehetőséget, hogy ahol öntöznek, ott van valószínű, ugye neki való rovar étel, és az a gyönyörű szépen végig szántja. Tehát végig ássa a gyökér alatti részt, ő nem eszi meg, csak megemeli a talajt, és így sok kárt csinál sajnos. Míg a kertekben lágy a föld, ha nem lesz csapadék, egy hét múlva kézi erővel, kis területen kapával, gerebjével lehet dolgozni, hiszen a mák vetési ideje már itt van.